Valamiért, ki tudja miért, de mindig jól szórakozunk azon, hogyha a jó öreg télapó megszívja. Azon pedig pláne, ha a Mikulás kissé vagy nagyon részeg, a megfelelő szó aláhúzandó, vagy nem túl kifinomult, modorú, sőt erősen lecsúszott. Gyanús, hogy köze van ehhez annak, hogy már gyerekkorunk óta velünk vannak ezek a problémás nagyszokálóak, és némelyiküket még meg is tudtuk szeretni, de azért a többségüket mégis megcsapkodtuk volna egy büdös lazacsal, csak hát volt, akinek már akadt egy büdös lazac a szakála alatt. Télapó itt van, úgyhogy jöjjön öt olyan film, amit részben vagy teljes egészében a problémás Mikulások miatt nem tudtunk feledni. Az örök klasszikus. Billy Bob Thornton igen magasra helyezte a lécet rosszaságban, annyira, hogy örök virgács bérlete van az igazi Mikulásnál. Áruházi télapóként valójában rablásokat hajt végre, mellette hobbiból alkoholista, szinte bárkire rámászik, és mindannyian tudjuk, hogy mi történik, ha bekerül valakivel egy ruhabolt öltözőfülkéjébe, és hogy utána egy hétig mit nem fog tudni csinálni az az illető. Igazi borzalmas ember ő, de azért valahol nagyon mélyen neki is van szíve, ezért lopta be magát a miénkbe is. A Tapló télapó első része klasszikussá vált, a folytatás sajnos kissé béna lett, és sokáig kellett várni arra, hogy méltó kihívóra találjon, de aztán 2022-ben eljött! Vérapó, azaz az igazi télapó, David Harbour bőrében, vagy akkor Harbourében, mindegy, néha John McClane üzemmódba vált. Ez kevéssé ismert tény, mint ahogy az is, hogyha egy pöröjt kap a kezébe, akkor rossz fiúk nagyobb csapatát is képes pürésíteni. Ő sem veti meg az alkoholt, és még karácsony este is képes annyit inni, hogy lerókázza a száról az alatt a csodálkozó embereket. De a rókával jobban jársz, legalábbis, hogyha rossz fiú lennél, mert a rosszaknak nem virgácsot hoz, hanem erőszakot. Durvát? Közben persze neki is helyén van a szíve már, ha a maradt hely számára a májától. A szövegei viszont rendben vannak. Télapó itt van, jó a dumája, simán lehet, hogy olyan klasszikus lesz belőle, amit évente újra nézünk. De kizárólag szinkronnal, mert az parádés lett. Jim Belushi az igazi seftes, lecsúszott áruházi télapó a hullapelyhesben, ahol Arnie-nak próbált Turbo Man figurát eladni, csak hát ugye, Mexikóit, meg széteséset. De hát ugye ők csak a gyerekek miatt árulnak egy titkos helyen kétes minőségű játékokat túlárazva, úgyhogy nem lehet rájuk haragudni, javád, de lehet. Arnie és a télapók bunyója 96 óta egyszerre kínos és vicces jelenet, ami még egy Hanna-Barbera rajzfilmből se nagyon lógna ki. Jim Belushit pedig az Isten is pocsék télapónak teremtette, de azért nem bánod, hogy Arnie bemos neki egyet, azt viszont igen, hogy alig kapott valami lehetőséget a filmben. Viszont amit kapott, azt az utolsó pillanatig kihasználja, de még így sem vennél tőle Turbo Man figurát. Pláne nem 350 dollárért. Dan Aykroyd is erős versenyző, hiszen lecsúszott télapóként mutatta meg, hogy a Mikulás ruha nem csak arra jó, hogy a gyerekek arcára mosolyt csaljunk, és ugye azt is tudjuk, hogy Mónika a jó barátokból eléggé rá van indulva. Nem tarthatnánk meg ma éjszakában. Hanem arra is jó, hogy kaját lopjunk fel a rendezvényekről, és ha sikerül kihoznunk egy nagyobb darab sült lazacot, akkor olyan undorítóan tudjuk megenni egy buszon a többi utas szeme láttára, hogy egyből megnyerjük vele a legundorítóbb Mikulás címét. Kérdés nélkül, azonnal. Nincs az a télapó, aki jól reagálna arra, ha egy gyerek 200-as sorozatlövő tájolós órásgéppuskát szeretne, de Ralphie a karácsonyi történetben nem azért szívja meg, mert a Mikulás csak úgy szimplán nem akarja megadni neki. Az áruházi télapó ugyanis egyenesen a pokolból jött, a manója pedig a világ legbetegebb mosolyával dobálja le a gyerekeket a csúzán mellette. Az már nem is annyira meglepő ezek után, hogy a kedves nagyszakálúnak nem esik nehezére a fényes csizmájával lerúgni azon a bizonyos csúzdán Ralphie-t. De ő legalább nem sírt, mint a többiek, szóval mondhatjuk, hogy jobban járt. Mondjuk egy ilyen Mikulásra tényleg senki sem jár jól. És neked melyik a kedvenc problémás Mikulásod? Írd meg kommentben, és azt is, hogyha valakit kihagytam erről a listáról. Ja, és persze nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Más nem kérek a csizmámba.